kiállította ezt, tehát nagyon megjött közben. Na, szóval most akkor újra kezdek mindent, addig még várunk egy kicsit, hátra jönnek, most majd ez majd 3 perc múlva ér oda. Nektek, hát sajnálom. Egy kicsit még várunk, de szerintem még egyszer hello, hello, szia Zoli. Átnéztem most már mindent, úgyhogy 5 percet vártunk, szerintem így el is indítom. Csak csinálok még egy screenshotot, hogy a következő körnél mindenki szépen a helyére álljon. Csak ezt úgy a legegyszerűbb, hogyha szépen lefotózom. És majd itt fogom nézni. Közben írt az Erik, hogy nem hallani engem, igen, ezt én is észrevettem, bocsánat, csak össze-vissza volt nyomkodva minden, úgyhogy el is indítjuk 45 játékossal, hajrá, hajrá, Salgótarján. És akkor annyit mondtam itt el nektek, hogy Kadar 27, igen, tudom, át is raktam. Szóval annyit mondtam itt el nektek, hogy az Ignite Erikkel összeálltunk tulajdonképpen, és várjatok egy picit. Na, szóval az Erikkel összeálltunk, meg csináltuk ezt a Hungarian Gaming Community-t, és akkor ő szerdánként csinálja a squad kupákat. Nyilván majd Discordon lehet mindent nevezni, és én akkor pedig folytatom így a szóló duó, néha beszúrogatunk egy-egy kört. Ugye itt van már az Observer mód, ami tök jó. Nézzük a repülőgépnek a menetelét. Airfieldből megyünk Kámba. Kicsit adok hangot a játékomra, úgyhogy majd szépen megnézegetjük, hogy ki merre ugrik. Az az igazság, hogy már nagyon régen kezeltem az Observert, de most megvettem a Series X-et, hát remélem, hogy ezzel majd sokkal gyorsabban fog menni minden. Most itt hirtelen azt se látom, hogy mikor indul el. Valószínűleg még tölt ilyenkor, vagy meg kell valamit nyomnom. Ja, igen, jó, beadta. Nagyon jó. Ugye itt a kamera a distance-nél mutatja a kamerától legközelebb lévő játékosokat. A kill rating van, ki mennyit ölt, kik a túlélők, és ez így folytatódik folyamatosan. És ezt mivel tüntetem el? B-vel? Igen, nagyon jó. És mivel hoztam elő? Megvan ez is, szuper. Úgyhogy akkor itt már képbe leszek én is, csak már nagyon régen csináltam ilyet. 1 perc múlva elindul akkor az első szóló bajnokság. Itt van éppen Patrik, aztán Krisztián, Dani, a Doma is itt van, éppen Zolival küzd. Úgyhogy megnézzük, hogy ki lesz a ma este győztese ebbe a 3 rövid kis sanokos körben. Ez csak egy ilyen kis teszt, de nagyon örülök neki, hogy ennyien eljöttetek, köszi szépen. Páran írtak, hogy nem értek rá, és persze páran írtak, hogy pont most akartok beregisztrálni, de hát már tegnap délután ki lett írva, tehát volt rá egy egész nap, szerintem az teljesen vállalható, és lehet előre tervezni. Úgyhogy 15 másodperc múlva megindulunk. A repülő ugye az új airfield felől megy a Nakhám felé. Lassan most már odaér hozzátok a hangom is. Bootcamp-et átszeli, biztos sokan lesznek, akik bootcamp-be ugranak. És közben a térképen mutatom, hogy ki merre próbál szerencsét ma este. Nagyon sokan már az elején kiugrottak. Rengetegen kiugrottak az elején, ugye ez egy kis map, tehát itt lehet mindenfele ugrálgatni a repülőről, pont a térképnek a közepét szeli át, tehát nagyon nagyon sok fele el lehet menni. Mikey-t, ha jól látom, Tatmokot lootolja, és aki közel van egymáshoz, az a CMN 30 és Csukodi Doma. Nagyon sokan jöttek a Paradise Resort-ba középre. Bootcamp-et is nagyon sokan próbálják megnézni, úgyhogy én el is megyek innen
Hol vagyok? Lakavi, mondjuk itt is elég sokan érkeznek. Itt például Féder és Szilárd, aztán Tech Robin egy kicsit messzebb. Féder, ha jól látom, ide a semmi közepére esik le, ezzel nem tudom, mi volt a terve. Phantom már lootol, Excel is most érkezik. Most már szép lassan elhelyezkedtek a játékosok, mindenki életben van még. Én egy kicsit elmegyek a bootcamp fele, mert szerintem ott lesz az igazi okosság. Ahogy láthatjuk, kijelölődött az első kis kör, és én már itt is vagyok. Bootcampnél, ahol Bozont, Dani és közben Szilárd, Excel, Hunt kivégezte, úgyhogy neki nem tartott sokáig ez az első kör a salonkon, és közben Dani éppen a földön kúszik. Itt van a külföldi játékos, FFD Cheetop is szintén a földön, Bozont pedig küzd az elemekkel, azt hiszem pont Danit nézte ki magának, és valószínűleg nem tudja, hogy Cheetop itt van mellette. Szikárió Balázs egy másik házban lootol. 1 perc, 10 másodperc múlva megindul az első fész, és próbálok minél több action mutatni, tehát itt valószínűleg nagyon érdekes ez az egész, mert ugye itt kiválasztom mondjuk, hogy én most a Fédert szeretném látni, és így van, be is tölt, és az a kérdésem, hogy innen hogy tudok kimenni, már ez is megvan, úgyhogy éppen Fédert látjuk, ahogy egy QBZ-vel lootolandusz van, és éppen Bry XD, MBD Vic egymás mellett, Féder pedig ide jön ezekhez a házakhoz, ahol nincsen senki. Ez nagyon jó, akkor most megnézzük az Eriket, mert mégis a mi kutyánk kölyke, ahogy szokták mondani. Erik teljesen egyedül van itt a bankban, szép nyugodtan lootolgat. És itt a csukodidommal és a CMN 30. Hát az az igazság, hogy itt ugye mire kiválogatod, csukodidoma itt van, megyünk is rá. CMN 30-al küzd, és most éppen elmenekül. Ha jól látom, CMN 30 is. Hát ketten futottak két irányba, úgyhogy 3 perc, 40 másodperc telt el. Excel Hun, vagy nem tudom mi volt a neve a srácnak, ő halálozott el a legelőször, és közben CMN 30-at nézzük. Nagyon jó, mert itt ahogy látom a lövéseket, és látom, hogy ki fog lőni, egyből oda tudok menni. Közben Ignite Dammel lélé esett egy loot doboz. És itt mondjuk TNT Leonard és Tech Ádám, és közben Csukodidoma pedig lerakta CMN 36, ő volt a második áldozat. TNT Rafael pedig Féderékkel küzd. Féder vagy TNT Rafael. Hát igen, ez még nagyon gyerekcipőbe jár, ez a közvetítői mód, de örüljünk neki, hogy legalább ilyen van. Ugye Vic elhalálozott, Ignite Mickey pedig Knight-ot küldte a túlvilágra. Fédert látjuk, éppen Milánka pötyögteti, és teljesen más Phantom hátulról lelőtte. Ugye ez a szólónak a gyönyörűsége, és itt már láthatjuk is, hogy Fédernak van egy killje, de meghalt, Phantomnak van egy killje, Ignite Mickeynek, Csukodidomának, bocsánat, és Szilárdnak már van egy killje, ami mind 16 pontot von maga után. Úgyhogy most megyünk vissza egy kicsit bootcampbe, és megnézzük a bozit, ha megtaláljuk, nem is tudom, hogy miért nem sorrendbe rakja amúgy a neveket. ABC sorrendben, itt van Bozont, és közben körülötte is aztán lőnek, mintha muszáj lenne. A fész 1 elindult, 2 perc múlva, hogy be is fog érni, és kijelölik az újabb kör. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és néztek minket. Legyetek minél többen, és köszönöm szépen az új követésedet. Ha jól látom, GAN 82, köszi szépen, nagyon kedves tőled, Erik nevében is köszönjük. Közben itt TNT Leonard és Tech Ádám nagyon nehéz így haladni,
Na, legalább egy egeret lehetne rádugni, TNT Leonard, itt vagyunk. Megpróbálok minél gyorsabban odaérni, hogyha bármilyen akciót látunk. Nyugodtan írjatok a chatbe, beszélgessetek, én is tudok online beszélgetni, de ugye a közvetítés 3 perc késleltetéssel van. Leonard valószínűleg kiszúrta Ádámot, és közben Panton pedig Tech Robint küldi a külvilágra, és Leonard pedig kilövi az ajtót, hogy lássa Ádámot, és közben Szikária Balázs pedig Bozontot írtja le egy QBU-val, Burbliss pedig a KS-t. Hát nem tudom, itt nagyon biztonsági játék van, de ha elmegyek innen, tudja, hogy akkor fogják, akkor fognak egymásra lőni. Közben, ha jól hallom, érkezik egy kocsi is. Igen, Rafael autókázik, és 34 másodperc múlva beér a kör. Ignite Ádám, aki kiragad, csukodituma, és közben Rafaelt megküldi kocsival. Zoli Hun próbálkozik, elég szép hiteket mért rá. Na, valószínű, hogy itt két házban vannak, és közben Szikária Balázs pedig TNT Rafaelt, ugye nem sikerült neki beéleszteni egy szép néd Ádámtól, aki Leonardot arra kényszerítette, hogy kijöjjön, és közben jön Doma a robogóval, és szerintem nem is tudja, hogy két ember mellett elhúzott. Ők még... Leonard benn van a körben, Ádám pedig nincs benn még a körben, és közben Ákos pedig Bry XD-t küldi a túlvilágra. Nézzünk meg egy kis leszólóban Petit, például mit csinál, hol van, merre van. Teljesen egyedül van, még a körön, új körön kívül, 40 másodperc múlva beérkezik. Itt ugye Doki, Árpád és Ignite Dem vannak egy kanyarba, egy helyen. Doki egy kicsit megpróbál hátra fele kerülni. Leszokóban Peti pedig már teljesen eltávolodott. Valószínűleg nem tudja, hogy Árpád itt van a házban. Árpád a házban. Kicsit ránagyítunk a térképre. Hát ugye itt a bootcampben még mindig óriási a tumultus. És Tech Bülüsz és Kuba Sonka vannak itt egy helyen. Ugye Kubasonka köztudottan nagy bokorharcos, imádja, most is így tesz. És Gazda Norbert pedig Tech Bubbles mellett. Hát itt óriási nagy a full camp, mindenki házakban van. Közben írogatok a chatre, és leszokóban pedig Bordit egy gránáttal likvidálja, úgyhogy mindig ott vagyunk, ahol nem történik semmi, tipikus PUBG, de viszont most Doktort láthatjuk, aki éppen leszokóban Petit veszi a célkereszt közé, egy 6x-es SKS-sel, és egy 4x-es M4-jel, Ákos közben Csukodi Domát küldi a túlvilágra. Szépen fogynak az emberek, 32-en vannak, 10 perce folyik a küzdelem. És egy ugrás közben szerintem észrevette a Petit, így van. És két fejlővéssel meg is öli, nagyon szép volt, Phantom pedig Roland Parkot küldi a túlvilágra, úgyhogy ugye itt már mindenki azért klánba játszik, rankedezik, én is több emberre szoktam együtt játszani, tehát nem kezdő emberekről van szó semmiképpen. Közben Dani pedig éppen éleszt bandázsol, kimaradt még itt a bootcamp-be Szikárió Balázs,
és a csítop ugyanazon a tetőn. Hát ő fönn van a toppon, ez látszik. És Danit sikerült neki likvidálni, és közben észreveszi Szikárió Balást. Hát többen mondják, hogy ugye ez a Szikárió Team egeret használ. Nézzük meg, hogy hogy lehet ezzel mozogni, és akkor eldöntjük, mindjárt kikeressük. Miért nincs ABC sorrendben? Ezt nem tudom. Most ő a legfelső, vagy az majdnem. Na, nézzük. Patyika közben pedig papust írtja ki egy autó sotival. Ignite Ádám is a túlvilágon. Hát ugye az egres játékosokat nem nagyon kedvelik a konzolos világban. Majd megkérjük Balázskát, hogy menjenek legközelebb olyan helyre, ahol csak egeresekkel játszhatnak. Most picit mutatom a mozgását, aztán döntsétek el ti is, de hát nyilván... ugye benne is van a szabályzatban, hogy M and K players, tehát mouse and keyboard, egér és billentyűzet nem engedélyezett, ezért ezt szeretném hozzátenni. De azért még mindig vannak, akik próbálkoznak ezzel. Közben szűkült a kör, 13 perce folyik a küzdelem, Ignite Mikit is elvesztettük Krisztián által, és közben nézzünk valakit, nézzük meg Patyikát, mert most már nem idegesítem magam, de Patyikának van egy killje. Survivors, így van, nézzük a Survivor-okat, akik még mindig vannak, és közben a Cheetok megküldte Balázskát. És Ákos pedig Patyit, Zoli Hun pedig TNT Leonardot likvidálta. Nagyon szépen méri rá a hiteket. Jön a vakítógránát, kettő is, három is. Egybe is talált, ugye meg is vakult, és valószínűleg ez lesz neki a vége. Így van, tehát Cheetopnak sikerült továbbjutni ebből a küzdelemből. 21-en élnek még, és 14 perce megy a küzdelem, 9 másodperc múlva be fog érni a kör, és akkor én pedig megyek tovább, és nézzük meg Eriket meddig jutott el. Kese bálintottunk oda egy hólós berillel, nagyon szépen, meg is lett neki a kill érte, ez az első killje. Ugye itt a kill ratingben látjuk, Ákosnak 3 killje van, Fantonnak is 3 killje van, és ők vezetik most a kill rétet, vagy kill rankingot, bocsánat. Ákos közben most próbál meg föléledni anvaiból, elég érdekes a szűkülés. Húsz másodperc múlva indul is a következő kör, úgyhogy éppen Farkit lövik. Minél kevesebben élnek, TNT Mike-it lőtte le. Minél kevesebben élnek, annál könnyebben tudok majd váltogatni, ugye itt a Survivor-ok között. Láthatjuk, hogy Tech Ádám sincs teljes életen, Cigó is éppen most éleszt, és Parki pedig sárkot szúrka ki magának, Phantom pedig Szilárdot likvidálta. Hát azért innen az M24-jel már elég nehéz eltalálni az embereket. Most úgy dönt, hogy ő inkább bemegy a kör fele, és közben nézzük Ákost, akinek már 3 killje van. Tech Ádám pedig Cheetopot likvidálta, a doktor újabb killt szerzett a doki, 16-an vannak már csak.
Hadar egy óriási szép fejlővéssel. Nézzük, Phantom vezet 4 killel eddig. Úgyhogy nézzük most Phantomot. Éppen painkillereket szed be, és ugye egyre fogynak a túlélők, már csak 14 játékos van. És Phantomnak van a legtöbb killje. A szóló pontozást a PUBG szóló kupáról vettem. Cigo pedig Farkit likvidálja. Elég sokan maradtak itt ezen az oldalán a sanhoknak. Dan pedig Doktort. És Kadar egy óriási szép lövéssel. Nézzük egy kicsit Kadárt. Ő kitisztította itt ezt a területet. Már is már csak 11-en vannak. Dekadám Krisztiánt rakja le. Ignite Dem is kevés élettel rendelkezik, éppen bandázsol. A túlélők közül most Kadárnak van és Cigónak van 3-3 kírja, de viszont Kadár Redmark egy vektorral likvidálta, úgyhogy Cigó vezet 3 killel, és közben Tech Adam éppen Zolival küzd. Nagyon szép hiteket mérnek egymásra. Még jó, hogy van egy kis fedezéke mindenkinek. Bocsánat, csak kicsit meg vagyok fázva. Flow the best Zolit írja ki egy AVM-et. És Kuba Szomka is elhalálozott. Úgyhogy 7 live, lassan vége is a körnek. Puttyog az AVM, éppen Ádámot nézte ki magának. Ló, nézzük. Ugye egy kírja van, 3x-es AVM-mel próbálkozik. Éppen Ádámot nézi, és megpróbálja hitelni. Közben Redmark is ott van a vektorral, amit ő nem lát, de én látom, meg ti is látjátok. Úgyhogy éppen összetalálkozik Tech Ádám és Redmark, nézzük. Redmark ugye QBU-val van és vektorral. A vektor közelre azért még mindig halálos, főleg ezen a pályán. Látom, föl is van neki szerelve jól. Viszont szerintem gyorsabb, mint a Beryl, de ebből a távolságból még pont az van, hogy Beryllel nagyobb hiteket lehet mérni. Ugye közben megérkezik föl, és el is fogja lőni, így van. És valószínűleg meglútolja egy kicsit, már csak 6-an élnek. Nézzük azt a Norbertet, hogy ő éppen mivel foglalatoskodik. Aztán van még nekünk egy Flow the Beast, vagyis Best. És ugye ha megnézzük a kill ratinget, akkor Phantom vezet, és Cigó meghúzhatja neki, mert 4 killje van, 4x16 pont, plusz ugye majd a helyezés. Szépen közelednek egymáshoz az emberek. A körállását tekintve, Norbert éppen most fog majd a Cigóval összefutni, és közben a jobbján pedig ott van még Ignite. De, ha jól láttam, így van, most fog befutni a körbe, Cigó pedig kiszúrt az alkájával. És megvan neki az 5 kill-es killstreak-e, és hallja közben gazdag Norbertnak a lövéseit, akinél éppen egy kar van, úgyhogy teljesen nem is ide figyel, persze ezt Cigó nem látja, de én látom, hogy abszolút nem erre néz. Fal mögött van, de nagyon szép hiteket kapott a fejére, úgyhogy Norbert el is száll. 3 live van, Flow the best Ádámot írtja ki, úgyhogy 3v3. Cigó, Flow the best és Xim Shark. Cigó vezet itt 6 killel, ugye Flow the best AVM-mel van és QBZ-vel. És itt van még Shark, aki 3x-es Beryl és a Vector.
ami gyilkos, és fogja visz. Az a baj, hogy neki nincsen fedezéke, csak az a kis fa. Úgyhogy itt követik a legtöbb hibát a játékosok, hogy fedezék nélkül, ugye? Nagyon nehéz. És ha jól látom, nagy a vektorban, így van, mindent visz, úgyhogy 1v1, Cigo 6 killel, és Sárk pedig 1 killel. Úgyhogy nézzük, hogy mi lesz itt ennek a körnek a vég kifejlete. Ugye 6x-es karral nézelődik, még nem vette észre. Legjobb lenne, ha ledobnának minden fegyvert és megütköznének kézzel, nem? Nem, úgy dönti, hogy ő nem szeretne. Adott egy 43-as hitet karral, és közben jön közelébb, miközben a sárk éleszt, és már jön a négy, ami elég szépen be fog találni. Így van, és winner, winner, chicken dinner, gratulálunk a 16-os játékosnak, aki 7 killel megnyerte az első kört, az első szóló bajnokságot. Hát nagyon jó ez a kis sanok, ugye fél óra alatt le lehet zongorázni. Cigó 7 kill, és Sárk 1 killel a második, Flodubiszt pedig 2 killel a harmadik, és a többiek pedig így szépen lefele. Úgyhogy nincs is más dolgunk, csak beüzemelni a követ. Sure. Skip this ad. Just like you skipped out on buying Amazon stock and Google and Apple. I'm sure you think you're too busy to invest online. Want to see busy? I got enough laundry here to hide the sun. But that doesn't stop me from investing, because I got eToro. You just log in, pick a stock, set an amount, and hit trade. And yeah, you gotta pay a commission, except no, you don't, because they don't take one. That's right. You can invest in stocks with no commission. Zero. Nada. Zilch. Still got it. But sir, is there some way you could make things even easier for me? Why, yes, I can. With CopyTrader, just find a top investor on eToro. How about someone with piercing blue eyes and a voice as smooth as butter? And hit copy. From now on, whenever they make a trade, you make the same trade automatically. Neato! I just made a trade automatically! I'm so proud of you, bestie. eToro. Thank you.
tried to let you go. I blocked your number. It's hard to tell you no. Na, itt is vagyok. Egy gyors ellenőrzést azért nézek, hogy mindenki megtalálta-e a helyét. Szóval várjátok meg, légy szíves, és akkor indítom is, csak a pontozás véget. Cheetop Shark Mikey. Knight, 5-ös üres volt, Bozont jött. Leonard, Rafael, BrightXD 10-es üres volt. Doki. Igen, Krisztián, nagyon jók vagytok, csukod ide a Zoli, nagyon jó. Aztán az Aks, igen, 11-18 üres. Ignite Dem, nagyon jó. Dani, igen. Roland Palko. Hoppá, 21. Igen. Benzin, Erik Féder. Jó, az üres. Aztán Peti. Kadar, Ákos, Ákos, Cigó, Ősbált, jó, Kese Bálint megvan, Ignite Ádám hiányzik, nem tudom, hogy vele mi van, akkor még egy kicsit várunk, amíg átnézem, Bordi megvan, utána Szilárd, igen, Phantom, és Árpád 10, nagyon jó, Berti, Ádám, Excel, igen, 39-esben Gazdag Norbert hiányzik, 40-es Flow the Best, igen, CMN 30, Kuba, igen, Patyika Ignite, hoppá, 43 Patyika, 44 a Tech Robin, gyerekek. Ignite Miki, te meg nem tudom, hogy hol álltad, de találd meg a helyedet, 49-es voltál. Ignite Miki 49, Tech Robin 44. Igen, rend a lelke. Redmark Farki megvan. Jó, akkor tulajdonképpen ránézek a Discordra, hogy nem írt valaki, hogy jön, nem jön, mi van vele. Nem tudom, hogy a többi, azt hiszem két játékos hiányzik. Tulajdonképpen még egy-két percet várunk, és akkor ha nem jönnek meg, akkor szerintem mehet is. Hát az első kupa nagyon jó sikerült szerintem. Most pedig megnézzük megnézem a céges, hogy lehet, hogy van már eredmény. Azt még akkor megvárjuk. Október 21, hát akkor még nincsen, még nem frissült. De közben rákeresünk Eagle Meter Ark.
Február 6-a van nála, tehát még nincs meg a következő kör. Akkor szerintem mehet gyerekek, én többet nem várok. Úgyhogy let's go. 42, három ember hiányzik, akkor három ember nem téved vissza. Nem tudom, hogy melyikek azok az emberek, de még egyszer ránézünk. Utoljára az üres helyekre, 17, 18, igen, az üres volt, 5, 10, 25 üres volt. Ugye ez a gazdag Norbert hiányzik a 39-esből, és a 31-esből pedig Ádám, 47-esből pedig MBD Vic, úgyhogy nem tudom, hogy mi legyen a többiekkel. De megkérdezem a nagy érdeműt. Ádám megérkezett. Ugye gyors indítás van, úgyhogy mindenki szépen menjen el, intézze a dolgát, de én is el tudom intézni. Egy idő alatt én is el tudtam intézni. Éppen a gazda. Éppen a gazdag Norbertre várunk, hát három körös az egész öcsi, úgyhogy gyere, légy szíves, már rád vár itt mindenki. Akkor még egy kicsit várunk, hogy megérkezzen. Jó, egy percet várok. Most e-sportnak a map nem lesz drága, Berti, mivel ez egy ilyen kis teszt, úgyhogy most három sanokot fogunk lenyomni. Most éppen valaki eltávozott. Közben megnézem, hogy van-e eredmény az első körről. Még nincsen. Február 6 az tegnap volt. Na, visszajött az eltűnt játékos, közben gazdag Norbert is ide érkezett, akit elimportálunk a 39-es helyre, így van, úgyhogy rávártunk. Mehet is. Következő kör. Úgyhogy el is indult. Na, folyt köv. És akkor elindul a második kör. Nem sokára Nakamból megy a repülő Lakaviba.
Csak közben nekem itt írogatnom kell, közben megnézzük még egyszer az eredményt. Így van, meg is jött. Úgyhogy szépen addig azt frissítem, amíg elindul a következő karika. Elit. Már hozzá is adtam. És elmentjük. Köszönöm szépen, Pitbull, az új kövestésedet, most értem ide, ne haragudj. És mondom is, első cigó 6 killel, 7 killel, bocsánat, 712 ponttal, Shark 460 ponttal van lemaradva, vagyis annyi van neki, és 438 pontja van Tech Ádámnak, 19 másodperc múlva elindul a repülő, és akkor megnézzük, hogy ki hova ugrál. Na, közben itt Discordon megy az okosítás, ugye, hát mindenki írogatja, hogy 4 kör, meg mit tudom én, üljön ide az, akinek van kedve 3 órán keresztül itt ülni, és szóval tartani titeket, és közben közvetíteni, hogy mi hol történik, tehát én nagyon szeretem az ilyen dolgokat, meg hogy 10 percig ülünk a lobbyba, nem rajtam múlik, én itt vagyok, tehát megvan a sorszámozás, mindenkinek tudnia kéne, hol kell állni, de 3 év alatt még nem tudtátok megegyezni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezeket, közben pedig Ignite Erik rátámadt az éppen odaugró, nem tudom kicsodára, de most meg is keresem Ignite Eriket a Csukodi Domára, mert Csukodi Doma viszont ki is írtotta, úgyhogy nézzünk egy kis Ignite-ot, aki éppen most repül még lefele. Csukodi Doma megvételte a bangot, Papus kampomba érkezik teljesen egyedül, és Csito pedig Ignite Demet írtja ki. Ugye ez a szólozás elég pörög, Ignite Ádám van jó helyen a kör közepén, Pajnán már nem jutott eszembe a mapnak a neve, ugye nézzük meg egy kicsit Fédert is a túlvilágon, nézzük meg egy kicsit Benzint, hogy ő hova ugrott és mit csinál éppen. Dani pedig Roland Pakot, úgyhogy fogynak az emberek, 39-en vannak már csak meg bent. Doki Robint egy Tommy Gunnal likvidálta. Úgyhogy szépen fogynak az emberek. Dokinak már van is egy killje. Megnézzük, hogy ő éppen tatmokban van. Ugye teljesen egyedül, nincs körülötte senki más. For the best van még kin a szélén. Akik itt még közel vannak egymáshoz, azok ugye itt leszokom a Meti Doktor, aztán Flow the Best, Szikári Balázs, Csitok megint bootcampbe ugrott, Dani most nem vállalta be bootcampet, Ignite Ádám nagyon jó helyen van. Patyka is ide a szélére jött ki, úgyhogy most még nagyon nem történik semmi érdekes, talán az, hogy Berti és Aks össze találkoztak, itt is van. Így van, nézzük egy kicsit az ő küzdelmet 4x-es AK-val.
Úgyhogy 2x-es UMP-vel próbálkozik. Nagyon szép titeket kapott. Átért a 4x-es UMP-re. Bertiknek is nem kevés élete van, és közben TP Mikey pedig VSS-sel elkezdi küldeni Aksot messziről. Nézzünk egy TNT Mikey-t, mert közben Berti pedig kiirtotta Aksot. TNT Mikey és Berti ők lesznek most az új összecsapok. Bertinek nem sok élete van, ugye Mikey pedig a VSS-sel nézi, hogy hol lehet, meg észre is veszi. Valószínűleg megpróbálja meghitelni, de egy kicsit közelebb kéne neki menni szerintem. És akkor meg tudná egy kicsit nyomni. Szia Bence, hogy vagy? Hello! Milánka közben Zolit likvidálta egy Berillel. Na, most talán elkezdi pötyögtetni, így van egy 21-es hit, de közben sikerült beéleszteni, és rányomott automatára. Hát valószínűleg ő már ezt nem fogja itt hagyni. De mégiscsak, úgyhogy nézzük a következő összecsapásokat, Benzin és Red Mark is elég közel vannak egymáshoz, Shark pedig Leonardot küldte a túlvilágra, úgyhogy nézzük meg Kovasonka merre tekereg és mit csinál, teljesen egyedül van itt a körön belül. Patyika, ő is egyedül utolgat egy Sotival. Nincsen körülötte senki, egyelőre itt lenne a tengerparton, de éppen most Berti érkezik. Valószínűleg meg kiszúrta, így van. De Patyika pedig nem észlelte, hogy éppen itt van. Keresi a jó pozíciót Berti, hogy le tudja szedni következő áldozatát. De lehet, hogy nem szúrta ki, bár ez kétlen. Csitop pedig Árpádot küldi halálba. Most nem tudom mit csinál, itt lefeküdt. És jön a kör. Patrik pedig elment teljesen a másik irányba. Viszont nem fogja tudni, hogy ő itt van a hátam mögött. Berti pedig, amíg lefeküdt, addig Patrik pedig meglógott. Nézzük a kör állását, nem sokára beér, ugye most már elkezdenek befele menni a játékosok a körbe. Nézzük a kill pontok szerint. Ugye még talán mindenkinek csak egy-egy killje van. Így van. Nem, Cheetopnak már kettő van, nézzük meg, hogy mit csinál a Junior FFT és Fight for Glory csapatából. A Survivor-ökből kéne most papus elkezdi szedni a kört. Ez is érdekesen pörög, forog. Nézzük Peti. Peti motorral támadja meg a kört, és éppen Parki irányába halad, de elhúzza, másik oldalra kanyarodik, egy újabb szűkülés következik, valószínűleg hogy ő már ezt várta, és közben Pálnámban is megérkeztek a játékosok. Ádám fenn egy háznál, Knight pedig éppen itt lootolgat. Ketten vannak egész Pajnárna eddig. Na, hát még 34-en vannak, 8 perce megyünk, és 55 másodperc múlva fog megindulni a Phase 2. Mennek itt a lövöldözések. Itt van itt a Braille XT a Milánkáék környékén, nézzük meg, hogy ott mi a helyzet.
4x-es berillel próbálkozik. TRMX Szilárd, nem tudom, ők is ilyen klán névnek tűnik, de sose jönnek szvadozni, pedig jöhetnétek. Talán majd most. Hoppá, Flow the Best, Phantom és Bordi is elesett. 31-en maradtunk. Ugye itt Szilárd éppen ki van szorulva. Nézzük Xim Sharkot egy pillanatra, hogyha megtalálom. Nem találom, miért nem találom? Meghalt? Lehet, hogy meghalt, nézzük CMN 30, mit csinál? Kép fölött. Pacsika, meddig jutott el? Éppen cigót szúrt ki egy M24-el. Közben tolja befele a kör. Rafael pedig Szikárió Balást kiírtja. Az egy szép hitpont volt, de sajnos nem fejre ment. Ő meg megpróbál fedezéket keresni. És le is szedi Patrikot, nagyon sokat várt. Viszont be kell adni a first aid-et, ugye mindjárt 57 másodperc múlva beér a phase 2. Úgyhogy fel kell, hogy élessze magát. Már hárman vannak itt viszont a Knight. Hoz odaért valaki, közben pedig Milánkát is megsorozták, nézzük. Éppen kiszúrt a sárkot, és Szilárd pedig hátulról lövi sárkot. Most kéne neki beavatkozni egy kicsit szerintem. De mindjárt be fog érni a kör, és Knight pedig Redmarkot sikeresen likvidálta. És 59 másodperc múlva Szilárd lerakta sárkot, de szerintem nem tudja, hogy itt van a Milán. Úgyhogy Ákos jó helyen van, Csukod Idama is, és Leszokóban Pet is még jó helyen van. Itt elég sokan érkeznek befele az északi területekről, bootcampről, ugye. Nézzük, Csitop és TNT Rafael fog most össze találkozni, ha jól látom. Így van, már a célkeresztben van. 6x-es utás, 3x-re visszahúzva, ha jól látom. Kiszúrta Csitopat, aki éppen ugye halad a... Gazdag Norbertet írtja. Ajaj. Hát Norbi nem volt a helyzet magaslatán, viszont Rafaelnek pedig el kell húznia, mert Csitop killjét húzta be, úgymond. És Rafael mögött pedig Milán érkezik, és már ő is sárba. Csak ugye 4x-es nem tudom mivel próbálkozik, általán elég nehézkesen ment neki, és körbe is lőtte. Rafael pedig bejön a first aid-elni egy kisebbbe. Cheetop doktort is megölte, és Milán pedig a körrel fut befele. És még futott, mert Cheetop őt is lerakta, és még itt érkezik ugye Szilárd. Viszont Kóp Dani pedig Cheetopot ölte meg. Hát fognak az emberek, 20 játékos van még. Dani is ott érkezik be a körbe. Ugye itt már elég sokan vannak Pajnánban. Nézzük Ubaszmókát. Hát természetesen egy pokorban, hol máshol. Knight itt védi ezt a kis szobát, ő most Kadart pedig megölte a kör. Ha nézzük a kill ratinget, akkor a Cheetop vezet 3 kill-e, Daninak is 4 kill-e, Daninak 3 kill-e van, Rafaelnek 2, Cigónak 2. És akkor itt a distance-be ugye ki tudja választani, hogy Ignite Ádám van hozzá legközelebb.
Tech Adam pedig éppen jött, úgyhogy most pedig ő van hozzá legközelebb. De hol van az Erik? Eriket már elvesztettük idő előtt, úgy néz ki. Krisztián, aki Cigó likvidál és elviszi a kör, nézzük Cigót. Szilárd jött be egy kocsival. Itt még ugye elég sokan vannak a körön kívül, és mindenki meg fog indulni, mivel megindult a kör. Knight nagyon szépen szedte le Donit, pedig háttal állt neki, ez nem volt rossz. Ugye itt van még Adam. És érkezik még Rafael a semmiből, a körrel. Hát neki nagyon kevés élete maradt, Cigó pedig papust lőtte le egy karra. De sikerült neki beérni, úgyhogy be is éleszt. Amúgy meg vagyok elégedve, itt elég jól mozog a Series X. Ignite Mickey, Excel Hunt. Lőtte le, de érkezik még Kese Bálint. Ők ugye be vannak a körbe. Leszakobom pedig teljesen... Nézzük Ádámot. Hát, lemaradtunk róla egy... nagyon kevéssel, hogy Knightot megölte. Ugye Petit full biztonsági játékra játszik, én látom, igen. Ugye 600 pont az első hely, amivel elég sokat lehet haladni, és azért a nulla kill is meg lehet nyerni. Ez azért van így kitalálva, mert ugye ez a PUBG-nak a hivatalos szóló pontozása pont ezért, mert ugye itt nulla kill is meg lehet nyerni a versenyt, tehát a szóló az már csak ilyen. Nézzük a kill ratinget. Kill ratingben Cigó vál az első helyen, és cheatot 4-4 killel. És Cigó még él. CMA 30-at néz éppen karjával. Mi 4x-es, Kese Bálint pedig lelőtte Rafaelt. Valószínűleg CMA 30, elhibázta pedig. Pedig ezt a fejesbe kellett volna adni szerintem. Kubaszmoka a multé, és Ádám is 4 killel. Nagyon gyorsan váltja a pozíciókat, szerintem ez nagyon jó. Szilárd kapja éppen Ákostól, aki nem tudja, hogy hol van jelen pillanatban. És még érkezik itt valaki. Cigó. Úristen, és megint 5 killes killstreakje van. Hát ez szép volt, CMA 30 pedig benzint ölte meg. Nézzük, Péter van még itt benne a körbe, mellette Csukodi Doma, aki éppen egy rozával közelít Peti fele, nagyon halkan. Cigó kapja a molót, is gyulladt. Hát ha nincs bandás, de sikerült neki. Nagy szerencséje volt, hogy elaludt a tűz. Ákos van vele szembe. Ez aztán nem volt semmi amúgy. A 3x-es berült így pontba tartani. Ezt meg kéne tanítani nekem is. Menjünk sorba, Ádám. Mellette Ákos. Nem szúrták ki egymást, pedig nincsenek messze egymástól. Peti ugyanott fekszik, hihetetlen a csávó. És az Ádám ezt nem látta meg, hogy itt fut a Ákos. Ákos se szúrta ki, pedig én láttam. Ja nem? Jó, semmi, de most már megvan neki.
Gyönyörű szép volt. Ádámtól ez a 2x-es berilles letartás. Péter még itt kempingezik. Nézzük a kört. Már csak 7-en vannak életben. Péter van a közepén. Farki pedig CMN 30-at üldözi, ha jól láttam. Hát, sikerül is neki letenni. Ez szép volt. És szép nyugodtan beéleszt. 6-an élnek még. Ugye az első kör eredménye az már ki lett rakva, de belinkelem még egyszer majd. Úgyhogy itt tudjátok majd nyomon követni az összes kört. Vagyis majd az egyesített, összesített eredményt. Toma érkezik. Nézzük mit lát. Minden farki már kiszúrta. Nem. Hát azért a groza, az a groza. Ilyen közelre hangtompítóval halálos szerintem. Ádám épp hogy be tud húzódni, Ignite Mikivel harcol. 5 játékos van még. Nagyon szép hiteket mért rá 3x-es berillel, vertikált én nem nagyon ajánlom rá. Inkább Szabolcs barátom, ahogy mondta, a kis pirosat. És egy újabb szűkülés. 5-en élnek már csak. Megmozdult a Peti, épp egy csukodi domát próbálja meg, aki a grozával támad. Ekadámot pedig Miki lelőtte hátulról. Nem lő rá, nem lő rá. Ó, nagyon kell neki a helyezés. Maybe you need to learn the Hungarian language. Hoppá! Szól a groza. Közben Miki pedig valaki teljesen más lő. És ez lesz a veszte. Igen. Úgyhogy megvan a top 3. Hát, Peti jól tudott vulkálni, lőni már kevésbé. Úgyhogy... kapja a vakítót, be is vakult. Nagyon szép volt, úgyhogy Kese Bálint a Chicken Dinner Winner a második körbe. Gratulálunk neki innen. Kese Bálint 2 killel az első, Csukodidom a 4 killel a második, és Leszokban 0 killel a harmadik. Úgyhogy indítom is az utolsó kört. Igen. Na, örüljön a nép.
Igen. Ez 50. És akkor mehet. Kész is van a szerver, 12 van, 19-20-kor el is indítom. Kiírtam a Discordra, úgyhogy elmegyek egy italra. Ti nem menjetek sehova, mindjárt folytatódik a következő kör.
Köszönöm szépen, gyerekek, én visszatértem, úgyhogy kiírtam Discordra, 19:20-kor indulás. Én meg nem álltam be a helyemre. Csitok volt az első, arra emlékszem. Ez a First Ping China nevű játékos pedig most megérkezett az utolsó körre. És ő volt a teljesen mindegy, mert a Big Marky Dávid, az kapásból tudom, hogy nem volt itt. Berakjuk az ötös helyre, az ott jó helyen van, ez a China gyerek meg elmegy a tízesbe. Úgy. És akkor várjuk még Mikey-t, Sharkot és a többieket. Shark megérkezett. És akkor indítjuk is az utolsó körrendjűt, ami közkívánatra akkor Erangel lett. 37 játékos, tehát 6-5 játékos hiányzik még. Tudóka éppen géppel. Lehet, hogy ő nem fog jönni. Na, közben végignézem itt a játékosokat. Csitopi bele van, Shark jó, nem van, Mike még hiányzik, Knight megvan, akkor az ötösbe ment a David, jó. Bozon már nem fog jönni, szerintem Leonard, Rafael, nem tudom. XD megvan, Earthwing, China-t beraktuk a tízesbe, Doki megvan, Burgers megvan, Christian megvan, Csukadi Doma, igen. Aztán Zoli, igen. 16-os volt ez az Aks, 17-es üres volt, 18-as üres volt, 19-es volt az Ignite-em, Tony megvan. Roland Parko jó, Benzin igen, Erik, Féder és egy üres hely, jó. Peti, Kadar, Ákos, Cibó és Bálint megvan. Ignát Ádám, Bordi, Szilárd, Anton, Árpád megvan. Jó, Berti, Ádám, Excel, Norbert és Flo megvan. Aztán következő célán 30, Kovasonka, 43-os Patyika, Tech Robin, Tech Red Mark, Papus, Vic, Cikario Balázs, Ignite Miki és Farki. Jó. Egy perc múlva indítjuk is 37 játékossal az utolsó kört. És akkor ezentúl ez lesz, fast round, szépen nem várunk senkire, aki jön, jön, aki nem, nem. És akkor el is indítjuk. És akkor az utolsó kör egy erangál. És ez lesz az utolsó körrendjű. Hogyha a játék is úgy szeretné. Közben megnézem az eredményeket. Nézzük a repülőt. Hát Sosovka belől megy Zarkiba. Érdekes, az én meccseimet totál nem adja be. Jó, akkor kell néznem valaki más játékos. Nézzük meg mondjuk Krix. Na, jó lesz ez a Zoli is. X Zoli Hun, X, nézzük.
No prayer. Take red back, legyen. Jó, legyen ő. Február 7, az a ma, és majd van akkor a következő. Úgyhogy amíg elindul, addig összesítjük is a második kör eredményeit az első kör eredményeivel. És 6 másodperc múlva indul a repülő. Közben annyi mindenre kellett figyelnem, de közben kiírtam nektek az eredményt, az összesítést, és nézzük közben az ugrókat, mindjárt csak közben itt nekem néznem kell, mert cheat-opt, nem is itt van, 26. helyen van 4 kill, az hogy lehet? Ha itt van, nagy gebasz van. Nézzük. Február 7, két kör. Mindjárt rátérek a játékra is. Fú, micsoda szűkülés, gyerekek. Két kör, igen, megvan, és akkor még egyszer hozzáadjuk. Edit. Itt van az egyes meccs, 18:09, igen. És 18:48. És akkor ez lesz a végleges. Gyorsan megnézzük a csónka, mit kereg és mit csinál éppen. Aztán álmos táskát talált. Hát körben azért elég sokan ben vannak, benzin egyedül lootolgat, militerek bézre is jöttek elég sokan. Azért mindenkit, fú, Georgia Poolban is óriási nagy a találkozás. Nighty Zoli Hun van egy házban majdnem, ha jól látom. Nézzük meg a Norbit, hogyha megtalálom, itt van, és hova tűnt, felment legfölülre. Itt van a Norbi. Nem tudom, mert itt azt írja, hogy a 9 killje volt. És a, például a cheat-op 4 killel. Végül is ez lehetséges. Dekádámnak is 9, úgyhogy most éppen a Knight vezeti. Kétszer is hozzáadtam.
Úgyhogy Knight vezeti a ranglistát. Később Bálint a második, te Kádán pedig a harmadik. Közben Dani. Dani megszűnt létezni. Frodo Prex pedig Excel-t lőtte le. Nézzük még, hogy kik maradtak itt. Zoli közel van Knighthoz, itt van Cigo és Frodo Best, Christian pedig a konténereknél útól, Kádár itt van hospitál alatt. Hát ők itt négyen vannak Georgia Poolba, Péder Szikárió Balást ölte meg, szép volt. Közben mindenki elkezd már ugye befele jönni, Tech Robin éppen itt egy autóval. Az lenne a jó, hogyha így rá lehetne nyomni, de hát nem lehet. És akkor itt ki kell válaszgatni, de hát mire az kiválasztom, nézzük meg a Peti hol kalandozik. Éppen Berti felé tart. Legjobb lenne, hogyha elvinni ezt az UAS, de nem, de mégiscsak elviszi. Nagyon jó, nézzük Berti észleli az UAS távozását, Sárka pedig Robintől, meg pont oda akartam menni, Cigónak is vége van. Nézzük a túlélőket, és hogy állnak a killek. Kill rating. 1-2-3-4-5-6 játékosnak van már egy killje, nézzük Cheetopot, aki éppen itt a mezőn futkározik, közben elindult a kör és megindultak a játékosok is, célben 30 elég jó helyen van. Nézzünk át oda is egy kicsit, CMN 30. Éppen ezt a Kuban Petit Forstin China pedig Ákost írtotta ki. Na a Dokivel, a Doki az ideért, nézzük a Dokit, közben célmen meg fut a híd fele gyalogosan, elég... Hol van a Doki? A Doki itt van a parton. Így van, CMN 30, közben érkezik Csukodi Doma, közben mindenki a híd felé érkezik, úgyhogy visszamegyek én CMN 30-ot meglátogatom. Még az se lehet, hogy föntről lefele, vagy folyamatosan, egyesével kell nyomogatni. Ezért itt meg tennék be újításokat ide a... És Csukodi Doma Red Markot öli meg. És célben 30 ezt érzékelte, hogy itt lőttek nem messze, kicsit balra. Gergő, ha jól emlékszem. Yeah. Így van, Csukodi Doma most indul a motorjával. És ő is jön a híd fele. Valószínű. Úgyhogy most megnézzük Csukodi Domát. Aki inkább a hajót választja. És egy hajóval fog átmenni. Ugye elindult a kör, hát Kubaszmókkal nagyon messziről érkezik, de ez még akár jó is lehet. Ugye benzin is jó helyen van. Kisedbe, itt nyertem az első dual bajnokságomat a Gabival, ebbe a kisedbe. Még 3 vagy 4 éve. Az első bajnokságunk első köre volt talán. Ignite Ádám Burspring China-t kigránátozza. Sárkis motorra pattan. Doma közben van. Azt hittem benzin mellett van. Hát a hídon ugye elég nagy a jövésmenés. Úgyhogy meg is nézzük. CMN 30. Christian közben előtte Big Mark Dávidot, G-Top is érkezik egy buggyval, és Shark elfoglalta a híd közepét, és Ádám pedig a híd végét. Uh,
Nagyon nézi. Ádám, hogy itt ismerik a neveket. Te Ádám itt van. És benzin megindul a lövések irányába. Sár kapja hátulról. Ez ott van, Peti pedig Szilárdot likvidálja. És Ádám pedig Sárkot nagyon szépen kilőtte a kocsi alól. Nézzük a Bencét, hogy ő miben... hol van? Itt vagy. Miben sántikálsz te itt? Aha, nézi az Ádámot a hidon. 2x-es mozi negettől. Pedig ez nekem totál úgy nézett ki, mintha kapta volna fejre. Ugye distance-et kell ilyenkor, igen, most már kezdek rájönni, nagyon jó. Nagyon szép hitet adott Ádámnak, de ő is azért viszonozta a benzinnek. És megy a bandázsolás. Közel hozzájuk ugye célben 30. És érkezik Cheetop, aki már kiszúrta a célmet, lehetséges. Az igen, olyan fejes kapott, hogy el is feküdt. Ez nem volt semmi. És visszamegyünk benzire, mert ilyenkor a distance-et egy kicsit át kell váltani. Flodabesznek 2 killje van, Cheetopnak is, Sharknak is, és itt vannak a túlélők. Petinek viszont elfogyott az életem, de doktort likvidálja. Cheetop még Árpádot is kilövi. Már 3 killje van. És jön a híd felé. Nem. Még itt van fönn. Nézzük Kubasz munkát, hogy küzd az elemekkel, hogy beérjen a körbe. Elég nagy kerülővel, Cheetop pedig Bordival hadakozik. Itt van Bordi, nézzük, mit lát. 3x-es esel erre, nem sokat, és közben kapott egy hitet. Cheetoptól egy 32 hites találatot. Ugye Cheetopnál még érdekes lesz, mert elég jó helyen van, mindenki erre fog befele jönni. Csukadidoma pedig Tech Burbalist likvidálja. Ignite Adam is érkezik egy motorkerékpárral. Nem kapott hitet. És akkor nézzük Kubasmoke-t. Éppen átül inkább egy motorra. Éppen a Baudry Krisztiánnal küzd. Bordi, bocsánat. Krisztián itt van. És egy ilyen gyönyörű szép autóból átülős lövést láthattunk Krisztiántól, amit már nem sikerült is átlapon teljesen. Ignite Ádám, Tech Ádámot lőtte le. Nézzük a kört. Csukodidoma felé pedig leszokóban Peti érkezik. Itt van. Próbál pozícionálni. Már a bal hátsó kereke. Föl pozícionált a helyre, viszont Csukodidoma pedig mögötte van 2 killel. És ő már érzékelte, hogy ide érkezett egy autó, automobilos. Valószínűleg tovább is megy. Így van.
olyan parkó felé vesz az irányt. Nézzük, hogy ő mit lát. Nézi a lootdobozt. Jó lenne amúgy esküszöm ilyen szólót játszani. Peti most kapja, csak lenne ki streamelje. Hallod, Erik? Elég nagy utat tett meg. Jézusom. És a Csító pedig itt van fölötte szerintem. Nem. Lejött arról a hegyről. Lodobesz Farkit megöli közbe. 16-an élnek már csak. És elindul a hídon át. Azt mondja pedig szép lassan, komótosan úszik. Nem ment át teljesen a hídon. Nézzük a többieket. Sok időm már elhalázott, Knight viszont meg életben van, nézzük meg, olyan erre van. Ugye itt Flodobest átvette 4 killel a ranglétlát. Ő pedig éppen Ignite Ádámmal küzd, ha jól látom. 15-en vannak még életben. Nézzük jó öreg Fadert merre van. Hát, ő kubaszmokával versenyt úszik, de éppen ott fog kijönni, ahol a Zoli. Nézzük meg. Vannak egymástól nem messze. Olyan durva, hogy így FPP-ben nem, de elkiszúrta. Igen. A hiteket. Fú, de kevés élete maradt. És Krisztián pedig lelöpi a Fadert, óriási a szóló. Óriási, hogy Zoli is meghalt Bertil előtte. Nagyon kevés élete maradt. Benzin van még itt. Roland Palkó is kapta. Képpen leszokóban a harcol. Ők vannak egymáshoz nagyon közel. Igen, Knight érkezik alulról. Csitop is benn van a körbe. És Fájnt is Ignite-eltem középen. Próbálja bedobni a gránátot. De nem ott van a srác, úgyhogy... Ő is teljesen a helyzet magaslatán, itt gránátoznak tőle jobbra és balra néz. És teljesen elfut bal irányba. Ignite Eric Flodobestet megöli. És közben érkezik Knight hátulról. Szépen leszedi Roland Palkot. És már csak eszkóban van hátra neki, hogyha erre jön. Egy játékos van már csak életben. Hát itt középen van egy nagy tömörülést. És Kese Bálint éppen lövi Ignite Ádámot 6x-es minivel. Ádám föl van a tetőn, éleszt éppen. Egy kicsit kilógok ott a ruhája. Nézzük Norbit. Peti. És Kuba úr is beért a körbe. Beúszott, gyerekek.
Azért ez nem semmi. Benzin is él még. Nézzük. Bencét. Aki ez érkezik, cheat-op. És valószínűleg le is rakja. Egy lövés volt a Bence, gyerekek. Ez az utolsó pillanatban tudott innen elmenni, viszont Krisztián fele tart. Nekik lesz. Fú, ezt most megúszta Bence. Nézzük egy kicsit Krisztiánt, 3 kill-le. Kisebben. Egyszerűen viszont ezeket a füstöket érzékelnie kell. Az belőle csítok. És kilőtte a kocsi kerekét. Nagyon kevés élete maradt. És közben Krisztián pedig csítok benzint megöli. Már csak 10-en vannak, mindjárt vége. Itt láthatjuk, mert Ádám fél életen, a first idea. Itt Kesebárin Gazzar Norbert és Ignite Ádám. Knight még mindig életben van. És közben a Péter is megindul a házból. Nem, éppen van. Ki jött már. Csitoknak nagyon kevés élete maradt, Krisztiánnal hadakozik. Beéleszt és inkább elfut. És Krisztiánt is lelövi az SLR-re, óriási. Közben Berti érkezik be a körbe. Már csak 9 játékos van, Gazdag Norbert pedig Knight Ádámot lőtte le. Phantom Pitos karral. Hát nem sikerülnek talán az ablakon, de legalább van neki jó sok molotovja. És a Bálinttal küzd. És a kör az teljesen rájuk szűkül. Ugye csítók, kubaszmok, ha kim vannak még a körből. Egy bokorban természetesen. Meglátja Norbertet. Közben tudja, hogy Berti ott jön neki balra. Knight nézelődik. És nem tudom, hogy a leszokóban kiszúrta már? Kiszúrta. Érzékelt a Norbi, hogy balról lőtték. Nagyon szép 70 élesített mér Peti fejére. Itt Bert és csítok. Csak nem adja a 3x. Mennek a nédek. Egy malót. Betalált a gránát. Nagyon kevés élete van. És Bertinek sikerül is megölni. Innen is gratulálunk neki.
Utolsó 7 játékos. Már nagyon kicsi a kör. Knight közben... próbálja megtalálni az irányt. Rászokóban Peti pedig tartja folyamatosan. Ilyenkor nem szabadott volna abba hagyni, nagyon kevés élete van már. Beéleszteni. Szép volt, Norbi. Köszönöm szépen, Farki, az új közvetésedet. Köszi szépen. Nézzük Norbertet. Buba úr. Hát... rossz amúgy. Betalál. Szóval valaki lövő oldalba. Knight Erik. Norbinak sikerült feljutni a hegyre. Peti újra azt a taktikát választja, viszont most már van két kill-je. Hát Kuba pedig Bertivel találkozik össze. Kapja is gazdagon. Be kéne neki éleszteni, de van még egy first aid-e, ami el... Berti. Közben Knight megérkezett a hegyre fel. Nagyon szép volt Norbi. Ugrásban megnézte, hogy ott van-e, és megszerezte a következő killjét. Nem kérdés, hogy ott a top 3-ban. Most első helyen áll, ugye? Szokóban, Peti. De nem mondja. Így mehet, hogy kérdezik. Hallja a dobogásokat. Hopp, hát Kuba Smokának ennyi volt. És még gazdag Norbertet pedig a leszokóban Peti rakja le. Úgyhogy a top 4 kialakult. Nézzük Norbit. Észleli. Uha, nem kéne elrontani már itt a végén, le kéne feküdni, megnyugodni egy kicsit. Nagyon jó, van még first aid-je. És a Perint Igniter Eric-et megöli. Gyönyörű, szép volt Norbi, és 2v2, Kese Bálint és Knight, azaz Norbi. Kese Bálint le van, Knight fölül, elkezd ugrálni, szerintem sokkal értékelte, így van, kisebbített. Nagyon szép. Gyönyörű. Éleszt. Norbi olyan közelebb. Van még egy gránátod, Norbikám. Egy még egy 45-ös hit. Nagyon szép. Mert csak landázsa van. Ne menj el a fától. Pozíciót váltani, hogy rálásson.
Megint összevették egymást. Terelőfüst. Egy hitet se kapott. Szerintem jobb helyen van. Hát itt a... Akkor a küzdelem van itt a végén. Ugye három X-ese van neki. Scar. Norbinak pedig a Peril. Sajnos a sziklát lövi. És kapott egy 27-eset. Gyönyörű szép winner winner chicken dinner. És HXX Knight, azaz Norbi lehozta az utolsó kört. Úgyhogy innen is gratulálunk neki. Ez volt gyerekek a három körös szóló HXX kupa egy vasárnap. Legközelebb majd nem tudom, amikor találkozunk majd a Discordra kire szírva. Viszont kövessétek a csatornánkat, gyertek fel Discordra. És a szerdán majd az Erik fog közvetíteni. Ő is mindig este PUBG-t közvetít, úgyhogy nézzetek minket, támogassatok. És köszönjük szépen, hogy itt voltatok mindenkinek. Kellemes estét kívánok, sziasztok, hello, hello!